Hello, how are you? Sziasztok! Toszkánában vagyunk még mindig, és a Toszkán tengerpart egyik gyöngyszeménél járunk, a városka neve Viareggio, majd mutatom itt a térképen, hogy hol van. Ez egy tipikus, strandolós, nyaralós, pihenős, semmittevős hely. Aki szereti a kirándulást, a csodás városokat, akkor az ne jöjjön. A város egyik szerintem ikonikus dolga a háttérben, talán rá tudunk fókuszálni, ez a szocialista időket idéző hatalmas óra, ami a tengerpart szinte minden pontjáról jól mutatja az idő múlását. Egyébként ez a sétány pedig a Viareggio egyik fő látványossága. Tehát ha valaki rákeres arra, hogy Viareggioban mi a látnivaló, akkor nem talál semmit, mert lényegében nincs is semmi. Akik ide jönnek, azok véletlenül azért jönnek, mert szeretnék a strandot kipróbálni. Végig-végig homokos strand van Viareggioban, eszméletlen mennyiségű ember tömeg van itt nyáron, ugye most októberben vagyunk, tehát nem látunk sok embert a strandon, nagyon nyugodt, kellemes a plázson is, illetve nagyon kellemes itt magán a sétányon is sétálni, viszonylag kevesen vannak, jó az idő. Ha valaki kirándulni szeret, város nézni szeret, történelmi épületeket nézni szeret, az ne jöjjön Viareggioba, törölje ki a Toszkán utazásából ezt a várost, mert semmi értelme nincsen. Nyugodtan ugorjuk át, és talán az egyetlen, ami szép, azt itt meg is mutatnám, itt a háttérben ez egy hotel, ugye ez a helyi Grand Hotel Royal épülete, valóban egy impozáns, szép hotel. Úgyhogy nagyjából ezt itt kimerül. A sétánynak ugye a tengertől távoli oldalán pedig csodaszép kisebb palotákat, épületeket láthatunk, de egyébként ezen túl a városban túl sok minden látnivaló nincs. Úgyhogy ha valaki rövid időre jön Toszkánába, akkor szerintem alapvetően inkább másra fókuszáljon, és más városokat nézzen meg, ezeket mind be fogjuk mutatni. Ez volt tehát Viareggio, a strand szerelmeseinek ajánljuk, és aki szeretne. Rengeteg ember között nyáron mindenhol a sok-sok napernyő között feküdni, és olvasgatni, pihenni. Ez Viareggio, semmi más. Na, sziasztok! Ez volt Toszkán Viareggio.